Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. És még itt vagyok egy szerdai frissítéssel, és ebben a szerdai frissítésben nem túl sok minden jött be. Szóval szerintem egy eléggé gyors videónak nézzünk elébe, viszont talán az egyik és legfontosabb információ az, hogy a Szivárvány Fesztivál jövő héttől már nem lesz elérhető, szóval még a Szivárvány keresést, illetve a Szivárvány Fesztivál összes programját egy hétig tudjátok élvezni, hiszen július 5-én kiveszik a játékból, és egyébként jövőre ugyanúgy beteszik. Szóval még van egy hetet el kiformolni az összes szivárvány aranyt, ami körülbelül 700 darab kell ahhoz, hogy meglegyen a teljes szettetek belőle. Természetesen jövőre is elrakadtok, hiszen jövőre is vissza fog térni ez a szivárvány fesztivál, a szivárvány Közben viszont meg is érkeztünk a frissítésünk fő helyére, ami nem más, mint itt a dundulban lévő kis karám. Ahol kaptunk egy újabb versenyt a játékba, egy újabb híves a nem járőröknek, annyira örülök, hogy itt vagy, hát még én. Szóval ez a verseny, ez innentől mindig bent fog maradni a játékban. Kaptak érte 20 j illetve 150 lóxpét. XP-t. A 20 karakter XP-t azt csak akkor fogjátok tudni beszebbelni, amikor először csináljátok meg a pályát. This is how I feel. Can't stop. Opposites track I need you non stop. azt kell mondanom, hogy nem lett valami extern hosszú pálya, ami egy kis egyébként elkeserít, mert szerintem kellett volna valami kicsit hosszabb verseny, egyébként nem bonyolult, meg semmi. Amit még kaptunk a frissítésben, az nem más, mint ez a kis tábla itt a pályánál, ahol be tudjátok állítani különböző akadályokat. Itt például tudtak beállítani egy kis járóiskolás, alacsony, ugrós dolgokat, tehát ez lényegében arra van, hogyha szeretnétek egy kicsit szerepjátékozni, vagy bármi, akkor itt tudjátok használni a pályát. Van még nekünk egy working equitation pályánk, ami egyébként szerintem nagyon jól néz ki. És most arra vagyok kíváncsi, hogy most lesz még egy working equitation pálya, vagy lesz egy díjlovas négyszög. Melyik lesz? Még egy working equitation pálya, Úgyhogy igazán ez a három kis pálya fölállásunk van. Szerintem egyébként egészen jó. Biztos, hogy valakinek hasznára válik, és természetesen a visszaállítás gombbal pedig visszaállítódik a normális pályára. Na. És hogy úgy őszintén meg a frissítéssel. Hát, Morningstar, várgom. Morningstar, meg ne haragudjad, vághatnál valami jobb arcot is, vagy nem tudom. hogy úgy, nagyon jó. Na, viszont én elköszönöm tőletek, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A legközelebben találkozunk, úgyhogy addig is, sziasztok! Egyébként meg így a videó végére annyit oda csippentenék, hogy Egyébként a videó végére még így annyit oda csippentelik, hogy ne haragudjon meg senki, hogyha a játékba találkozik valami, és esetleg nem válaszolok meg, nem igazolom vissza viszont az a probléma, hogyha egy valakivel megcsinálom, akkor onnantól mindenkivel meg kellene csinálnom, tehát például mindenkivel le kellene állnom beszélgetni, és az a baj, hogy mostanában csak akkor járok fel a játékra videózni, hogyha... Na. Az a baj, hogy mostanában csak akkor járok fel a játékra, hogyha éppen videózok. Amikor pedig éppen videózok, akkor szeretnék bármilyen furcsán is hangzik, de túl lenni rajta, hiszen szeretném megvágni és föltenni. Ugye arra már meséltem nektek, hogy van jelenleg egy 8 órás főállásom, ami azért akár délelőtt, akár délután mégiscsak 8 óráról van szó, illetve miután hazajövök, vagy mielőtt elmegyek itthonról, azelőtt dolgozok, úgyhogy konkrétan örülök, hogyha alszok egy ilyen napi 5 órát, sokszor még annyi sincsen meg. Úgyhogy kérlek, ne haragudjatok meg azért, hogy nem válaszolgatok nagyon, de sajnos ez most ilyen. Egy kicsit bírjátok ki, mert igyekszem hozzászokni a helyzethez, viszont ez ugye természetesen nem működik egyik napról a másikra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket.